Míg tavaly átlagosan 8 embernek vásároltunk karácsonyi ajándékot, idén 5-6 főre korlátozódik a lista egy felmérés szerint. Idén átlagosan 52.300 forint az ajándékokra szánt keret, ami az előző évi adatokhoz képest 8%-os emelkedést jelent. Ám mi a helyzet akkor, ha kiderül, hogy a megvásárolt termék minőségi hibás? Ugye a vásárlástól számított 2 éves határidőn belül a szavatossági jogainkkal élhetünk a kereskedővel szemben. Ez úgy oszlik meg, hogy az első 6 hónapban a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék hibája a vásárlás után keletkezett. A 7. hónaptól a 24. hónapig ez a bizonyítási teher a fogyasztóra esik át. Ha 10.000 forintnál drágább úgynevezett tartós fogyasztási cikket vásárolunk, ilyenek az elektronikai eszközök, akkor a vásárlástól számított 1 éven belül jótállási jogunkat érvényesíthetjük a kereskedővel szemben. Itt 3 munkanapon belül ki is lehet cseréltetni a terméket az áruházzal. Amennyiben probléma merül fel, a bizonyítási teher a kereskedőre hárul 1 évig. Fontos tudni, hogy ha kiderül, hogy a termék minőségi hibás, akkor köteles a kereskedő kicserélni egy ugyanolyan termékre, vagy olcsóbban kell odaadnia azt, a boltvezetők nem ritkán téves információkkal szokták megtéveszteni a vásárlókat. Ilyen az, hogy fehér neműt vagy akciós terméket nem cserélnek vissza. Ez azonban nincs így. Azokra is ugyanezek a szabályok vonatkoznak, mondja a szakember. És az is lényeges, hogy a vásárlónak nem kell másmilyen terméket elfogadni a csere esetén. Hogyha a fogyasztó vásárol egy hosszújú inget, és a kereskedő egy rövidújú inget ajánl fel az előző helyett, akkor azt a fogyasztó nem köteles elfogadni, tehát akkor már jön a pénzvisszatérítés. Használt termék vásárlása esetén 1 évig illetnek meg minket a szavatossági jogok. Az is fontos tudnivaló, hogy ha az ajándéknak szánt termékkel semmilyen probléma nincs, de van már belőle otthon, vagy nem tetszik a megajándékozottnak, akkor a kereskedő nem köteles azt visszacserélni, vagy visszavásárolni. Ugyanakkor mégis megteszik ez a tapasztalat. A fogyasztóvédelmi szakember kiemelte, a nyugtát mindig őrizzük meg, mert azzal tudjuk érvényesíteni a jogainkat. Amennyiben nem sikerül rendezni problémánkat a kereskedővel, akkor érdemes a fogyasztóvédelmi osztályhoz fordulni.